Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Művészet Elméleti Tagozat Keddi Kaleidoszkóp című programsorozatának 32. alkalmán. Na most ez nem azért olyan különleges, mert ez a 32., bár ez is szép szám, hanem azért, mert most először történik az meg, hogy a Művészet Elméleti Tagozat egy saját akadémikusának a munkásságát mutatja be. Ugye a Keddi Kaleidoszkópnak az elsődleges célja, hogy egy híres alkotóművész, előadó művész munkásságát kicsit közelebbről is megismerjük. Nos, ez az akadémikus úr a Művészet Elméleti Tagozatból, Csernyus Lőrinc, akit nagy szeretettel köszöntök, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a felkérésünket. Csernyus Lőrinc, Kós Károly díjas, Ybl Miklós díjas, az év főépítészet díjas, építész, főépítész, oktató, fesztiválszervező, rengeteg mindent csinál, hát ez majd úgyis ki fog derülni, de az elmúlt időszakban, amiért különösen gyakran halljuk a nevét, és ugye például tegnap, aki hallgatta a Kossuth Rádiót, az is a Nagyok című műsorban hallhatta a Csernyus Lőrinccel készült interjút, tehát amiért most az elmúlt időszakban különösen sokszor emlegetik, az a mestere, Makovecz Imre munkás bemutató kiállítás sorozat, ami hát óriási sikerrel zajlik, és hát Csernyus Lőrinc emiatt a fél világot beutazta. Most legutoljára október 15-én Mongóliában nyílt Makovecz kiállítás, amelynek a kurátora szintén Csernyus Lőrinc volt. Azt hiszem, hogy vagy remélem, hogy mindent jól mondtam és pontosan mondtam. Beszeretném mutatni önöknek Súlyok Miklóst, szintén a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozatának tagját, akinek külön gratulálunk ahhoz, hogy elérkezett az ő általa szerkesztett, az ő szakmai felelősségével zajló sorozat a 32. alkalmához. Úgyhogy várjuk kíváncsian a beszélgetést, és önöknek nagyon szép estét kívánok. Szervusz. Szervusz. Egy kicsit rendhagyó a mai beszélgetés, mert ugye általában az akadémikusok, illetve a meghívott művészek, építészek, vagy művészettelméleti szakemberek munkásságára szoktunk beszélni, kizárólag. Természetesen ezért van az egész rendezvény. Most azonban nem csak Csernyus Lőrinc munkásságáról beszélünk, sőt, tulajdonképpen Makovecz Imre életmű kiállításának a világ körüli utazásáról fogunk leginkább beszélni, és de én szeretném, hogyha a végén mindenképpen lenne egy, ahogy meg is beszéltük, egy negyed óra, 20 perc arra, hogy a te legutóbbi munkádról, erről a bizonyos Nagy Gécen található megmaradás házáról beszélnénk. Az esetleg egy másik alkalom témája lehet, amikor az építészeted egészéről beszélünk, a pályakezdésedtől mostanáig. Tehát a beszélgetésünk apropója az, hogy nekünk Mennyus már a tagozatban sokat beszélt erről a bizonyos turnéről, amit a Makovecz Imre emlékkiállítás tett meg mostanáig. Az első alkalom itt volt a Vigadóban, ugye a Vigadó megnyitásakor mutatta be ezt a kiállítást a Makovecz Imre Alapítvány, aminek te a kuratóriumi tagja is vagy, a Művészeti Akadémia és a Vigadó közös rendezésében. Tényleg semmit, az anyagi forrásokat nem kérve, grandiózusan lett bemutatva a Makovecz Imre életműve eredeti rajzokkal és makettekkel. A világ körüli turnéból, amit most nevezünk így a mesés bemutatás kedvéért, de hát nem a világ körülről van szó, hanem Európa, illetve Oroszország jó néhány állomásáról. Ebből mi most, ahelyett, hogy így iskolásan felsorolnánk egymás után és unalmasan minden állomást, kiválasztunk ugye négy helyszínt, amit képekre kísérünk, és amelyekről Csernyus Lőrinc, mint egy világutazó fog beszélni anekdotákkal, és minél inkább olyan részletekkel is, hogy hogyan fogadták Makovecz Imre építészetét ezeken a helyeken. Tehát az első állomás akkor a moszkvai kiállítással ezzel indult.
Jó, egyrészt én is köszöntök mindenkit. Mivel egy könyvtárban vagyunk, én hoztam ez alatt a két év alatt vásárolt könyveimből egy válogatást. Ezt mind Oroszországban vettem. Orosz építészetről, kortárs és népi építészetről vegyesen, amit azt gondoltam, hogy engem érdekelhet. Azokból hoztam ide egy válogatást, tehát aki közben esetleg unatkozik, nyugodtan nézegesse a könyvet. Engem nem fog zavarni, mert nagyon sok szép dolog van benne. Most itt két plakátot mutattam be rögtön. A kiállításnak egyébként ugyanaz volt a címe, mint a magyarországinak, hogy összekötni az eget és a földet. És tényleg a kiindulás, ez a Vigadóbeli 2014-es kiállítás volt, ami nagyban köszönhető, hogy a Moszkvai Magyar Intézet vezetőnője, Hegyi Anita nevű hölgy itt volt és látta, amikor ez az alatt a pár hónap alatt, fél év alatt nyitva volt, és ő úgy döntött, hogy ezt elviszi Moszkvába, és ezért, mert hogy oda ez kell. És akkor tulajdonképpen ebből rögtön azt akarom mondani, hogy mindig kell valaki, aki ezt vállalja és intézi, és a szívügyének érzi. Egyébként a helyszínek is így jöttek egymásra, mindenhol volt valaki, aki ezt intézte, és a szívügyének érezte, és akkor így került ez ki, tulajdonképpen 2016-ban, tehát egy két éves előkészítés után, Moszkvába. Itt a moszkvai plakát van a bal oldalon, a jobb oldali meg a következő állomás, mert az én az állomásokat elmondom, ha csak négyről is beszélünk, az Nyizsnyi Novgorodban volt. Nagyon szép plakátokat terveztek. Ezeket egyébként a helyi grafikusok tervezik, amikor meglátják, hogy miről van szó. Azért is gondolom, hogy ezek fontosak. Na most itt csak felsorolom, hogy 8 állomása volt ennek a két éves csak oroszországi és mongóliai turnénak, hogy a Miklós mondta, kivéve egyszer, amikor Moszkvából visszajött, Kokassán még megállt ez az anyag, és úgy jött vissza Budapestre, és onnan indult megint vissza. Ez volt a nagy kiállítás, mert az összes többi helyszín az Ulán-Bátort leszámítva kisebb ment ki. Itt én leírtam, hogy maguk a tablók hány kilométert utaztak ez a két év alatt, 26.556-ot, én jó magam 40.423 kilométert tettem meg vonaton, autón és repülőn. Tehát ezt összeadtam, kiszámoltam a repülőjegyekből, térképekből, hogy ez hogy jön össze. Itt van egy térkép Oroszország belső részéről, tehát a Nyizsnyi Novgorod, Izsevszk, Jekatyerinburg és Cseljabinszk volt Moszkván kívül, meg Szentpétervár, de az nem fért a térképre, és lehet, hogy lesz majd Kazányban, az azért van más színnel jelölve. Ezek gyakorlatilag Oroszország európai részei. Az Urál az ott van, ahol Jekatyerinburg és Cseljabinszk van. Jekatyerinburg már földrajzilag egy része az Ázsiában van. Tehát én akkor voltam életemben így először Ázsiában, amikor Jekatyerinburgba elkeveredtem. Moszkva, ez a legelső, és én felírtam pár szót, vagy nem is tudom, ilyen dolgokat, ami alapján én vissza tudok emlékezni ezekre a kiállításokra. Nagyon érdekes, hogy amikor megérkezik egy anyag, és amikor kicsomagolják, addig ugye mindenhol van egy helyszín, ott vannak az emberek, N plusz egyedi kiállítást kell megrendezni, jön egy anyag, várják, és gondolom, milyen rutinszerűen akarják csinálni. És amikor a paksi templom modelljét kibontják meg a tablókat, akkor én éreztem, hogy egyből van egy átalakulás az emberekben. Tehát amikor kézzel veszik, hogy mit kell kitenni, mit kell a falra tenni, egész máshogy fogják meg. Attól kezdve indult be a kommunikáció, ami persze abból állt, hogy én nem tudtam oroszul, pedig 12 évig tanultam. Ők nem igazán tudnak angolul, tehát egy nagyon érdekes... 12 évig tanítottak téged oroszul? Ja igen, bocsánat, 12 évig tanítottak. Pár szó beugrott, szerintem, hogy még ott egy pár hetet eltöltenék, valószínűleg jobban menne. Az fantasztikus, hogy mindent el tudtam olvasni, az nem veszett el, de egy büdös szót nem értettem belőle. Tehát folyékonyan olvastam a metróban a szöveget a falakon, és akkor egy pár szó beugrott, a többi nem. Tehát a kicsomagolás az mindenhol egy ilyen átváltozásszerűség volt ott az emberekben. Elkezdtek vigyázni az anyagra, hova tegyük, mit csináljunk vele, és jött ez a kézzel-lábbal való magyarázkodás. Moszkvában az első helyen a Csuszev építészeti múzeumban volt, ez a Kreml mellett van. Csuszev egy építész volt, egyébként ő tervezte a Lenin mauzóleumot is többek között. És nagyon érdekes, mert itt van a utcai része a
épületnek, és ott van a Makovec Imre plakát, és mellette rögtön egy Sztálin időszakot idéző kiállításnak a plakát, ez párhuzamosan volt az épületben ez a kettő. Ezekben a termekben, ahol a kiállítás volt, ez műemlék. Egyébként itt semmihez nem lehetett nyúlni. Én először azt írtam, hogy a falakat le kéne takarítani, mert koszosak, meg nem tudom, és kiírták. Viszont ez nem lehet hozzányúlni, ennek a márványnak ilyen a színe. Tehát amikor én megkaptam fényképen is, akkor nagyon nehezen lehetett lelógatni a képeket, függönyöket kellett föltenni. Elég fura dolog volt. Ahol a sevillai pavilon modellje van, ott dolgozott állítólag Lenin és Sztálin korábban ebben az épületben. Azért van ennek jelentősége, hogy kik voltak ott, ahol később Makovec Imrének van egy modellje. A megnyitó ünnepség az minden esetben telt házas volt, és itt Barabás Lőrinc zenélt, ugye ő egy akadémikusunknak a fia, és nagyon szépen trombitált, nagyon jó volt. Minden egyes megnyitón kellett tárlatvezetést tartani az érdeklődőknek, és ez néha akár 3/4 órán át, 1 órán át is eltartott, miközben a küldöttség többi része, meg egyebek megettek, megittak mindent a fogadáson. Én beszéltem a fiataloknak, nagyon sok fiatal jött nekem. Azt tetszett ez az egész oroszországi turnén, hogy rengeteg fiatal volt jelen. Sokkal több volt, mint mondjuk nálunk, ha egy Makovec Imréhez, vagy bárkihez köthető ilyen esemény történik. Aminek én örültem, és nem csak építészhallgatók voltak, bár... Mondtad, hogy volt alkalom, amikor egyetemistáknak építészhallgatók... Igen, az majd jön később. Tehát itt is, igen. Tehát az Cseljabinszban volt, és Szentpétervárot itt. Még visszatérve, tehát ez a moszkvai Csuszev építészmúzeum, nagyon elegáns, ezt lehet látni. Ide még ilyen tárlókat is ki tudtunk vinni, ez a többi helyre már szállítási költségek, drágaság, amiatt nem ment. Tehát az, a többi helyen alapvetően fali tablók, nagy tablók és egy modell a Paks, és a Makovec rajzok, a kézi rajzok. Az a másik, ami megfogta őket, ez a merített papíros rajzok. Egyszerűen leálltak és elkezdtek így csöndbe maradni, én azt vettem észre. Na most én sose voltam Moszkvában, rögtön hozzáteszem, egyáltalán arra felé sose jártam, nem is nagyon akartam menni, ezt is teszem. Ez volt egy nagyon jó segítőtársam, egy Olga Urasinova nevű hölgy, aki udmurt, róla majd lesz itt később is szó, aki folyékonyan beszél magyarul. Tehát ő volt a tolmácsunk, és ő segített mindent. És ő a moszkvai Magyar Intézetnek a munkatársa. Igen, ő felel a kulturális programokért szervezésére, ennek a Hegyi Anitának a helyettese. Ők nagyon jól el vannak egyébként, nagyon jól működnek. Nekem nagyon tetszett, hogy ezt a magyar kultúrát ott képviselik arra a messzeségben. És ő is nagyon a szívén érezte ezt a dolgot. Ja, le lett fordítva a Makovec katalógus orosz nyelvre, szlovák nyelvre és mongol nyelvre is. Tehát minden helyen, ahol más országban voltunk, a saját nyelvükön tudtunk katalógus produkálni. Az orosz katalógus az az Olga fordította, aki nekem segített. És amikor megkérdeztem először, hogy hát a férje magyar, vagy milyen magyar kapcsolata van, hogy ilyen jól beszél magyarul, azt mondta, hogy nem, ő ott született Udmurtföldön, kis faluba, és bement Izsászba a fővárosba, és az egyetemen megtanult magyarul, mert magyar és finn nyelv közül lehetett idegen nyelvet választani. Az udmurtok egy finnugor kis nemzetiség Oroszországban. Na nekem az első élményem csak azért van itt, hogy moszkvai élmények. Kiléptem a szállásról, és ez fogadott a baloldali képen az első alkalommal, hogy egy ortodox templom mellett egy borzadálynak magas épület. Most, amikor másodszor voltam, ugyanezt láttam este. Este ilyen ez kivilágítva, ez a jobb oldal, ez ugyanaz az épület. Ez a templom, ez ugyanaz, ez a kettő. Ez a templom, ugye ez egy ilyen sugárúton van. Igen, igen, a ilyen széles sugárút. Jártam Moszkvában 76-ban. Ez a Árbát, vagy nem tudom mi a neve. Nem. A templomban mi van most? Működő. Én bementem, és abszolút az ortodox szertartás szerint. Na akkor elmondom neked, hogy amikor én jártam ott 76-ban, akkor egy ilyen, az állatkert egy részlege volt benne, és akváriumok voltak benne halakkal. Ilyet? Ugye a szovjet népnek nem kellett a vallás, mert az a nép opiuma, és a szovjet nép nem kábítószerezik. És ezért beraktak egy... Mi bementünk megnézni, hogy végre látunk egy igazi régi orosz templomot, és hát halak voltak benne. Tehát nem, ez most teljesen most fel van újítva, de nekem ez a kettő, mint ilyen illeszkedés szabálya szerint, ez úgy mellbevágott. Ez teljesen illeszkedik, hát a ugye, világ, főleg este, az szép az a...
Most Szentpétervárot, amikor Leningrádnak hívták, a Kazány nagy templomban ateista múzeum volt. Igen. Tehát ami ortodox, azt átalakították az... Igen, szerencsére ezen túl vagyunk. Na most sok mindent láttam Moszkvában, engem nagyon érdekelt, hogy élményt kérdezni, elmentem a Bulgakov házba. Ott írt a regényt, ott van mellette az a park, a villamos is ott van, mindenki van állítva. Ez a Szadovája, ide van írva oroszul, és ez Bulgakov szobra a házba. Tehát engem ez nagyon érdekelt. Na most kinéztem a térképen, hogy nem tudom, itt elmegyek, 25 háztömb. És ezt kiszámoltam, hogy mennyi idő. Na ez volt az egyik nagy tévedésem Moszkvában, mert itt megyek egy háztömböt, mondjuk az Erzsébet korúton, ha hátrafelé megyek, akkor is 4 perc, 5 perc. Na ott előre menve sértek, ott 20 perc, egy ház. Szóval egész más Moszkvának a léptéke. A két házfal, amit egyébként a sztálini rendszerben építettek, és jó minőségű anyagokból született ez a sztálin baroknak nevezett építészet. Olyan messze van a két gyakorlatilag homlokzati sík, hogy senki nem mer átmenni az útteste, mert nem ér át. Tehát mind, és lemennek, meg körbe mennek, mert egyszerűen kétszer öt sáv, ami amikor Sztálin építette, ott valószínűleg tök üres volt. Elment egy-két ilyen Volga, most lépni nem lehet a fekete terepjáróktól. Nem tudom, melyik a jobb. Tehát dugó van Moszkvában, a kétszer öt sáv között van egy külön sáv, és ott járkál a Putyin és az egyéb ilyen kiemelt személyiség. Neki külön forgalmi sávjuk van. Azon meg a mentő is, ha éppen oda befér. Tehát Bulgakov, én nagyon szeretem a mester is. Margaritát, itt lehet bemenni azon az ajtón, ebbe a belső udvarba, ahol ott van, hogy Dom Bulgakova, föl van írva, és egyébként egy színház is van ebben az épületben. És hát így ez a dolgozószobája, ez a pad, ami előtte ült, és ott a, ugye a levágott fej ott van a befődben, ezt meg lehet nézni, ugye ez avval kezdődik a regény, hogy ott a illető elvtárs, író elvtársak levágja a fejét a villamos. Na most ez így ki van téve ilyen befődbe a Bulgakov kávéházban. És rengeteg fekete macska van mindenféle módon elhelyezve. És a környéken ez például csak építészként megragadott ez az épület. Ez ott van azon a park mellett, ahol régen a villamos közlekedett. Nem tudom, miért az épület, tehát nem. Egyszerűen... Ez egy borroméni épületnek a parafrázisa. De ezen minden van, szóval van ezen egy kicsit ez a tátlinszerű lépcsőből ott fölül, alul egész más, ez a tető is olyan érdekes. Tehát Moszkvában azért elég furcsa épületeket lehet látni. Nekem nagyon nagy élmény volt Moszkva, se nem pozitív, se nem negatív élmény volt. Tehát azt tudom, mindenkinek mondanak, esetleg húzódozik tőle, nyugodtan menjen el, egyszer megéri. Tehát a Vörös tér kisebb, én húzódoztam, én nem akartam menni. Arra a területre volt Szovjetunió, tehát én nagyon nehezen szántam rá magam, hogy elutazzam. Kiküldök minden anyagot, akasszák föl részemről, rendben van. És ez a levelezésünkből is kiderült, és aztán később az Olgával megbeszéltük, hogy a repülőtér, hogy mindenki így tartott a másiktól, mert ő nem értett, hogy én miért húzódozom, ő nagyon hidegen válaszolt, és hát kb. A második, harmadik alkalommal oldódott egy ilyen feszültség köztünk. Visszajött az anyag Moszkvából, itt csak azért mutatom be egy kép, Kassán megállt. És akkor itt a Kassán is, tehát hogy mindenhol hogy fogadták Makovec Imrét, csak azt akarom ezzel mutatni, teltházas volt a kassai anyag. Majd elmentünk Nyizsnyi Novgorodba, ő Olga itt a lenti képen, ez a helyes udmurt kislány. Itt már ilyen nem írtam előre szöveget, ő nem készült föl, abszolút tudtuk, hogy én mit mondok, és neki mit kell fordítani. Tehát kialakult egy összhang, mert addig minden mondatot le kellett írni, jól érti az, hogy mi az, hogy az építés drámája. Szóval ezek a tipikus makoveci fordulatokra 5-10-szer rákérdezett, hogy jól fordítja ezt oroszra, mert nem biztos, hogy úgy van az orosz, hogy el kellett magyarázni. Tehát megvan az a levelezésem, amikor Makovec kifejezéseket próbálok magyarul megmagyarázni magyar nyelven, hogy ezt le tudja fordítani oroszra. Ez a harmadik alkalomra elmúlt. Itt volt egyébként a legelegánsabb kiállítóhely, ez az Arzenál, ez valamikor egy fegyverraktár volt. És akkor a következő helyszín, ez Szentpétervár. Ide már vártam, hogy eljussak. Március 2-án nyílt a kiállítás, mínusz 28 fokban. Bent plusz 26, na most ott úgy kell öltözni, hogy három ilyen szélfogón öltözöl és vetkőzöl. De ezt csinálja mindenki, mert sál, pulóver van, aki még leveszi a gatyáját, és alatta van a benti gatya, mert hogy dupla nadrágba jönnek. Vastag cipő, vékony cipő, egy szatyorba.
Mert egyrészt bent nem sajnálják az energiát, mert van bőven és olcsó a fűtés, tehát 26 fokra fűtenek mindent, és abból kilépni a mínusz 28-ba, ez elég durva. Tehát amikor minden megfagy az emberen, és az az érdekes, hogy a hidegben szomjas lesz az ember. Nem tudom, én azt hittem észre, hogyha sokat vagy kicsit. Már vodkára gondolsz? Nem, vízre. A vodka az más dolog. Na most itt a Repin Akadémián, ez az ottani képzőművészeti akadémia, volt a kiállítás is, és az előadás is. És az egy nagyon jó dolog, egy oktatási intézménybe sikerül ezt bevinni, mert még nagyobb a... Képzőművészeti Akadémián volt a kiállítás. Igen, ugye ezt akkor, ugye azt Szentpétervárt, ugye Péter cár mondta, hogy na itt lesz ez a város, 30 ezer ember halt meg az építés során, de kell tengeri kijárat. Ez egy ugyanolyan egyszerre megtervezett és épített város, mint ami volt a történelem során, de ez mindent megúszott, tehát ezt nem bombázták szét, nem robbantották fel, nem volt semmiféle olyan várossebb kialakító folyamat, amely több helyen megtörtént. Tehát ez a mai napig is úgy néz ki, mint hogy Péter elrendelt a megépítését. Annyi van, hogy 2003-ban volt, nem tudom, hanyadik 100 éves évfordulója, az egészet felújították. Tehát gyönyörű szép a belvárosa Szentpétervárnak. Azt mondják egyébként, hogy ott lakik az értelmiség, és a pénz meg Moszkvában. Tehát aki inkább a művelődés, a szellem, a kultúra, az elhagyja Moszkvát, kevesebb pénzért is, de oda megy. Tehát azt mondják, hogy Szentpétervárot megvédik a műemlékeket, Moszkvába lebontják. Egyébként ez így van, mert helyette ilyen befektetés építészet van. Mindig így áll a két vezetés, tehát a polgármesterek azok. Szóval hát Szentpétervár ez egy örök ellenzéki. Ugye a mostani elnök is oda valósít. Igen. De és ez az akadémia, ez 256 éve ugyanott van, és ugyanott működik. Ez a terem, ahol itt Olga ül, itt tartottam az előadást a egyetemistáknak, ez a legelső rektornak a lakása volt. Tehát itt még ebben lakott a családjával most, már csak a rektori iroda, itt dolgozik a mostani rektor, ahol a saját kis fejszobrával néz szemre. Tehát az ő asztalán vele szemben le van téve az ő innen a büszt. Szóval ez elég durva, és ezt nézi egész nap. Ez egy tengelybe be van állítva. Na most hát kérdezzek egy dolgot. Az, hogy itt képzőművészeti főiskolán volt a kiállítás, az mit jelentett? Ők mit láttak a kolcépítészetében, vagy a rajzokban, vagy volt nekik valami különös viszonyulásuk, kérdésük ahhoz, hogy itt most kapnak egy építészetet, vagy itt ez szokásos dolog, hogy az építészet szerepel a képzőművészeti főiskolán, esetleg itt oktatnak építészetet? Itt oktatnak építészetet, de ugyanolyan konzervatív elvek mentén, mint hogy mindent. Mi leültünk, itt tárgyaltunk a rektorral, a rektorhelyettessel, sőt az építészkar dékányával, aki egy 35-6 van egy önálló éves. Építészkar. Van önálló építészkar, és ugyanúgy házokat tervezett. Ugyanaz a metódusa, de mondjuk a kézi rajzolás, az, mivel művészeti akadémia, az oltári erős az egész képzés során. Tehát ők ugyan ismerik a számítógépet, majd mutatok ilyen terveket, de valójában egy diplomavédésre is szabad kézi rajzokkal kell felvonulni. Tehát ilyen nagyon alapszintű számítógépes ismereteik vannak. Ahogy én végigmentem ilyen műtermeken, szóval ilyen időszámítás előtti monitorok, nem tudom mik vannak, de hogy tök poros minden. Tehát valószínűleg ez ilyen kötelező feladatként érik meg, viszont elképesztő gyönyörűen rajzolnak. A felvétel is az. És hát ugye Makovec Imre rajzaitól oda voltak. A másik, hogy itt ez a szakállas pravoszláv pap, ő építészettörténetet tanít. És ő avval jött oda hozzám, hogy látta az Imre templomait, hogy Oroszországban nagy probléma, hogy újonnan milyen templomokat építsenek. Itt hoztam egyébként egy könyvet, azt tőle kaptam ajándékba, ahol rengeteg régi ortodox templomot felújítanak, rendbe tesznek, és ott vannak az új tervezésűek, és hát bizony meg lehet nézni, hogy nagyon keresik azt a utat, hogy mitől lehet ez egyéni új, mert vagy megépítik egy az egyben, még ebben történik a legkevesebb. Mit egy az egyben? Egy régi modell alapján, ahol kell egy templom, csinálnak. Ugyanez, bocsánat, Romániában, amikor letesznek egy templomot egy magyar faluba, itt mondjuk ilyet csinálnak. De amikor elkezdenek ebbe belevinni avval a templomtervezési szigorú szabályokba valami saját dolgot, szerintem az borzasztó. És ugyanezt mondta ez a... Hogy ők szenvednek tőle, és ezért neki nagyon nagy ilyen
renováció volt, hogy látta az Imre Paksi templomát. Egyébként minden kiállításon a Paksi templom vitte a prímet. Egyrészt volt modell, azt tudom, hogy a modell az bármilyen, bármit mutatok be, egy modell az modell. Tehát hiába vetitek 3D-s rajzot, monitoron, stb. Videók voltak a kiállításon? Volt. Tehát mi kivittünk két filmet, az Oskó Juditnak a filmjét, ami itt szintén itt ment, de angol felirattal, a Dárdai Istvánnak a templomépítés 8 perces animációs filmje, és én csináltam egy olyan dia anyagot, amely Makovec Imrének 100 épületét időrendi sorrendben bemutatja. Tehát gyakorlatilag a munkásságát meg lehetett nézni végig, azon kívül, hogy ki voltak állítva ezek a tablók meg modell. A Paksi templomnál ott leállt a dolog, és azt 5-6-szor el kellett magyarázni, hogy mi a nap, mi a hold, mi ez a narancshámozás, hogy szétszedem ezt a gömböt, hogy terítem ki, és erre nagyon vevők voltak. Tehát én azt vettem észre, hogy az egyetemisták sokkal nyíltabban mertek kérdezni, mint mondjuk ezt ma Magyarországon, én bemegyek egy egyetemre, és körbeáll ugyanannyi egyetemista, nem merdik azokat megkérdezni, amit az orosz egyetemisták simán megkérdeztek. Te tanítottál a BMN szerves építészet. Igen, hát óraadó tanár volt. Ott nem mertek kérdezni. Nem, a végén mindig föltettem, és akkor nem. Az oroszok jobban beszélnek. Mernek kérdezni. Vagy nem tudom, hogy ez mitől van, nem biztos, hogy az oroszok. Lehet, hogy ez máshol is igaz. Én itt vettem észre először, és őszintén kifejezik a érzelmeiket. Tehát ha tetszik, ha nem tetszik, azt is megmondják. Tehát ilyen nagyon jó beszélgetéseim voltak, persze mind Olgán keresztül. Tehát ugye... Tolmácsolással. Néha angolul lehetett beszélni, mert azt tényleg nem nagyon tanulnak a fiatalok, vagy nem nagyon tudnak. Kivéve mondjuk a vendéglátóipari helyeken meg ezeken. Tehát ott azonnal megy minden, mert ott ugye az a turizmus. Tehát ott igen, de mondjuk egyetemistaként nem nagyon lehetett hallani, hogy mondjuk. Hát az amerikai esetlenül akkor rosszul. Hát világos. Tehát katalógusokat mindenhol ingyen adtunk, dedikálni kellett rengeteget, fotóztak. Tehát ugye nagyon szeretik ledokumentálni magukat, még ezt vettem észre, hogy emellett, amellett dedikálva, tehát... De hoztak vizét, hogy a nagypapának viszi el, tehát, és akkor írjak a nagypapának. Én mindig megkérdeztem a keresztnevüket, és akkor azt beírtam, hogy kinek. Cirill betűket. Nem. Akkor még most is dedikálnék, de... Tehát ez egy képzőműszeti főiskolán bemutatott alkalom. Igen, és itt tartottam a megnyitó előtt egy előadást, ami kb. Másfél óráig tartott, és ezeken az előadásokon én az Imre életét veszem végig. Ezt a hallgatóknak? Hallgatóknak, építész hallgatóknak, és nagyon komolyan belekérdeznek. Tehát volt, amikor az antropozófiáról kérdeztek, és hát nehéz volt ez. Mennyire ismerik? Nem ismerik. Mennyire vannak az a tisztában, hogy egyrészt, hogy Makovec építészetét az antropozófiáról? A nevét se hallották. Meghatározta, és Steiner? Nem. Az se, semmi, nem. Oroszországban vannak különben a tudomása szerint vannak antropozófus építészek? Hát azt nem tudom, de hogy hallottak róla, mert van Waldorf iskola, például Novosibirskben, meg Govoda. Igen. Novosibirskben van Waldorf iskola? Panelházban, igen. Van is róla nekem. Tehát elég elkerült keletre. Aha. Azt hiszem, egy német ember vitte el egy Reginhard Fuchs, aki az Imrével is volt, aki dolgoztatott, és az Imre az ő felkérésére tervezett egy Wittenánemben egy Waldorf főiskolát. Na most ő... Ott valami gebasz történt, és ő ki, és ilyen missziószerűen terjesztette a Waldorf pedagógiai módszert, de nagyon, tehát tényleg Szibéria túlfelén, és ott álltak több Waldorf intézmény van. Értem. De itt a nyugati, Oroszország nyugati részein? Nem is hallottak róla. De mondom, Makovec Imre nevéről se hallottak. Hallották azt, hogy organikus építészet, és mondjuk Frank Lloyd Wright, tehát amikor próbáltam rá. Igen, tehát... Én azt vettem észre, hogy az építészeti gondolkodás a fiatalokban, a tanárokban kb. 25 évvel van hátrább, mint nálunk időben. Tehát ott az az új, ami nálunk 25 éve volt a menő, így akarom mondani. Tehát félnek nagyon belekezdeni új dolgokba. Egyébként elmondta az építészkar dékánja. Na most itt vannak rajzok, meg ez egy műterem, ennyit szabad, ezek tervek. Tehát ezek mind ceruzával, tollal, festve készült saját tervezésű házak. Tehát ha megnézzük, nem a mai is őszinte letisztult, nem tudom, nálunk
haladó egyetemi tervekről van szó, hanem sokkal régebbi időben visszamenő dolgokról. Ő a dékán, ez a szakállas ember. És ő azt mondta, hogy nem jó, ha sietetjük a dolgokat. Tehát, és nagyon félnek attól, ezt a rektor helyettes is mondta, hogy át fognak állni a bolonyai rendszerre, és arról fogadtak minket, hogy mi a hátránya. És mi a hátrány? Hát, hogy van. Szerintem. Hát most... Érted, most nagyon összefoglaltam, de például az építészképzésben nem biztos, hogy képzőművészet, tehát ez a kreditrendszertől kezdve csomó minden olyan elemet tartalmaz, ami szerintem nekem nem tetszik, vagy nem az én világom. Tehát az én időben tankörök voltak, barátok, társaságok, ezek szétszedik, a gyerekeimmel látom, akik elvégezték, és az, hogy egy művészeti alkotó tevékenysége, azt gondolom, hogy az építésznek annak kell lenni, azt egy ilyen kreditpontos BSZ-s meg MSZ-s rendszerbe belepróbálják súlykolni, és ők, ráadásul nagyon konzervatívak, megértem, hogy félnek. De ez kell nekik ahhoz, hogy elismerjék az ő diplomájukat, tehát egyszerűen mondta, hogy be fog lépni a Repin Akadémia is ebbe a dologba, de hogy szeretné hallani, hogy mit gondol a Magyar Művészeti Akadémia küldöttsége erről. Tehát az is egy íz, ez egy felmérés, tehát az a jobboldali kép. Az úgy, ahogy van, meg van festve egy város részlete. Mindenféle stílusban dolgoznak, és úgy adják elő a terveket. Tehát nagyon érdekes. És egyébként azt mondják, hogy itt akik végeznek, ugye itt a Repin Akadémián, nem is tudom mennyi, 50-60 építész végezhet egy évben, az el van avval, hogy Szentpétervár műemlékes dolgaival foglalkozom. Tehát kvázi elég zárt körű is lehet az a dolog, nem annyira nyitott. Rengeteg ilyen teendő van Szentpéter, az egész város egy műemlék tulajdonképpen, vagy ilyen védendő hely. Hát itt van. Most ott az Aurora, ugye az ominóz, mögött a Samsung felirat, tehát változtak az idők, ott a Samsung reklám és a névába belefagyva az Aurora, mert mínusz 28 fok volt, amikor ott voltam. Mit csinálnak, ha el kell indulnia? Az már nem indul el, szerintem. Na most ez a téli palota, ugye itt történt, ami történt, állítólag nem, de látszik, hogy ami itt, tehát az mind arany, ami sárga, eredeti arany, tehát ők nem aranyat, utánzatot tesznek föl, ami aranynak kellene, az aranyfüst. Tehát, hogy ennyire van pénz ott. Jó, de ez a cárpalotája. Ez meg az Inger ház, ami ugye az Inger varrógép feltalálja, ez itt dolgozott Szentpétervárat, és ez a sarokház egy nagyon jó századfordulós épület, az a neve, hogy Inger ház. Nagyon, nagyon jó a kávéja egyébként. Tehát ez meg a Nyevszky Prospekt, a Puskin kávéház, ott ül Puskin. Innen ment a végzetes párbajra. Állítólag annál az asztalnál ült. Na most ebben az az érdekes, hogy ide beültünk, és ki vannak téve ilyen bronz plakettek, hogy ki ült annál az asztalnál. Dosztojevszki, Gorki, Gorbacsov, meg... Szóval a világ minden tájáról jöttek ebbe az egyébként eléggé. Hát itt tudok bemenni ezen az ajtón, nem túl impozáns kávéházba, hogy ott kávézzanak, meg ebédeljenek. És tulajdonképpen a 20. századi irodalom és ilyen politika gyűjtőhelye ez a kis épület. Tehát ez megint olyan emlék, amit én nagyon, hogy mondjam, szóval jó visszagondolni erre. És akkor kimentünk a Cárszkoje Szelóba, ugye ez a cári családnak volt a nyári rezidenciája, ezt ugye Nagy Katalin építette, úgyhogy előtte volt itt egy palota, amit leromboltatott, mert kicsi volt, meg nem tetszett, és építette ezt. Nem láttam, nem tudtam utána, hogy vajon mit rombolhatott le. Mert hogy egy marha nagy épületet épített ide, lehet, hogy az sem volt sokkal kisebb. Ez a Versailles mintájára történő építkezésekbe tartozik. Ez itt mind arany, amit a jobb oldal itt fönt van. Tehát elképesztő ez a dolog. Most majd vissza fogok térni, hogy ugye innen vitték el a Romanov családot Jekaterinburgba. Tehát, ugye, tehát azért volt, hogy ők itt voltak fogvatartva, és innen vitték el Lenin utasítására Jekaterinburgba, amit akkor Sverdlovsknak hívtak. Érthető módon. Igen. Na most ez a következő helyszín, Cseljabinsz, ez a legrondább városok egyike. Bocsánat, hogy ezt kell mondjam. Ez mindenki megkérdezi, ide egyedül mentem, ide már senki nem jött velem az akadémiából. Valószínűleg sejtették. Szóval Ózd előváros körülbelül, ez a Cseljabinsz központja. Megérkeztünk éjjel, kiszálltunk szálloda, 14. emelet, reggel fölkelek, és egy marha nagy kosárlabda nézve nem szembe.
14. emeletben. Kiderült, hogy az egy csillagvizsgáló volt, de megvette a helyi kosárlabda csapat edzője, és egy műanyag fóliát ráhúzott a csillagvizsgáló, és egy minkű nagy kosárlabda van a 14. emelet magasságában. Viszont művészettörténész hölgy Maria megsérült, ott látszik a paksi torony nap része. És mondtam, a papírból ki kell vágni, tegyünk oda, hogy kiindultam abból a Cseljabinszki hangulatból, meg épített környezetből, ami ott körbevett. Ezt nem lehet, mondta ő, és addig járt a város, még egy lézervágóval, ugyanolyan fából legyártatott egy újat. Tehát, hogy ezt csinálta velük, nem lehet, hogy ezzel csak egy papírral oda beteszem, vagy képzelem én, hogy ilyeneket mondok. És ő a végén elsírta magát, ez a hölgy, ebbe a feketébe öltözött, hogy neki milyen élmény volt ez az egész dolog. Ugye ott van Olga, és bent egy ilyen félig keleti, indiai, félig orosz, egyébként rakosgatja be az borzadály vitrinekbe a Makovec katalógus meg képeket, és önkéntesek jöttek, amikor megtudták, hogy mi a feladat. Tehát nekem mindig nagy élmény volt berendezni. És ez milyen intézmény volt? Ez a Múzeum Cseljabinszkban, itt van minden. Tehát a pártörténettől, a néprajzi, a múzeum, igen. Hát nem kell ezt... Cseljabinszk is átlépt az 1 milliós lélekszámot, na most még Sztálin döntött arról, hogy az a város, ami több mint 1 milliós, annak kell metró. 35 év építik az egyszer metró Cseljabinszkban, nincs kész. De meg vannak az állomások helyei, le vannak kerítve, égigérő gaz, ki van írva, hogy metró, meg nem tudom mi, és majd egyszer elkészül. Ilyen dimbes-dombos az egész terület, tök értelmetlen, mert közlekedés nincs olyan, meg gyalog, bejársz mindent, olyan, mint a Ózdra építeni a metró, de... És akkor azt kérdezik tőlem, itt is tartottam építészhallgatóknak előadást, jönnek tanárok, mit gondolok én a városról? És akkor ez nagyon kellemetlen, mert hát, bocsánat, úgy rossz az egész, hogy van. És akkor próbálom, hát nem, minden. Nyugodtan mondja ki, nagyon szar helyen élünk, már bocsánat, mert nagyon rossz helyen élünk, de szeretnénk javítani, mit gondol maga nagy tudású professzor, nem tudom, és akkor, na, mit lehet ilyenkor mondani, amikor, ugye azt nem mondhatod, hogy robbants föl vagy. Hát lehet, biztos tudod azt az anekdotát, hogy vagyis hát ez nem anekdota, hanem tény, hogy Le Corbusier, amikor először járt New Yorkban, akkor elcsodálkozott, hogy hogy lehet ilyen szörnyű módon építeni, hiszen közel vannak egymáshoz a nagyon magas házak, állati sötét van, és össze van zsufolva, ugye több ezer ember egy-egy felkarcolóban, és az ő építészet ennek az ellenkezője volt. Nagyon messze építsük a házakat, süssön be a nap mindenhol, szellőztessük hát az egészet, állítsuk lábra az épületet, a tetőn meg legyen, ugye. Tehát is ne legyen lehetőleg 10-15 embernél magasabb, és állatira legorombította az amerikaiakat, hogy ennyire baromságot, ezt azonnal hagyják abba, hogy ilyen városokat élünk, hogy képzelt, ennyi rosszabb környezet nincsen. Természetesen az amerikaiak állatira megsértődtek, hogy mit képzel a jött-ment európai, nekik megmondja, akik a leggazdagabbak a világon, úgyhogy életre összeveszett az amerikaiakkal. Én nem is kapott megbízást, ugye Amerikában még az ENSZ székházat is elvették tőle, legalábbis a nevét. Tehát én azt tudtam mondani, hogy kéne egy városfejlesztési koncepció valahogy elindulni, mert én azt látom, hogy itt 5 évente valami újdonság született, nincs összhangva, tehát hogy valami mentén 30 évig próbáljanak haladni, de és aztán eljöttünk, tehát szerintem szegények ugyanúgy maradnak ott. Ott egyébként volt egy atomkatasztrófa, felrobbant egy atomerőmű, meg vannak állva mindennel. 1959-ben ott felrobbant egy, aminek a kára az ugyanannyi volt, mint a Csernobili, és másnap fölrobbant egy London mellett is, és kölcsönösen elhallgatták az egymást. A Cseljabinszki lakosok 1986-ban tudták meg, hogy 59 óta ott kicsit hátrébb sugároz minden. És most is tudják, hogy ott, ha egy szárazság van, akkor feljön abból a víz fenék alatt lévő földből a sugárzó anyag. Tehát mondjuk ilyen helyen is élnek. Nagyon ellenállóak lehetnek már. És kaptak egy meteoritot 2013-ban, ami becsapódott a város mellett, szóval érdekes hely. Van egy nagyon jó lengyel író, Richard Kapuscinski, írt egy könyvet a Birodalom. Ezt mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Ebben van egy nagyon kis rész, ezt felolvasom, Cseljabinsztól Kazanyig utazott, én ezt az utat bejártam vonattal, és gondolatait írja, 58 volt tehát elég. Mennyi ideig tart ez az út? Melyik Cseljabinszk az? Ez a vonatút, ez mennyi ideig még? Hát ez pár óra csak. Azt hittem, hogy ez egy hosszú. Nem. Még egyetemista koromban olvastam egy régi kiadású Berdyajev könyvet, amelyben a szerző azt taglalt, hogy milyen hatással vannak a birodalom nagy térségei az orosz lélekre.
Valóban mire gondol egy orosz ember valahol a Jenyiszej partján, vagy az Amúri tajga mélyén? Bármilyen utat választ, mindegyik végtelennek tetszik. Mehet napokon, hónapokon át, mindenütt Oroszország veszi körül. Végtelenek a síkságok, az erdők, a folyók. Hogy uralkodni lehessen az ilyen végtelen térségek fölött, mondja Berdyajev, létre kellett hozni egy végtelen államot. Csak hogy itt az orosz ember ellentmondásba keveredett. Ahhoz, hogy fenntartsa a nagy térségeket, nagy államot kell fenntartania. A nagy állam fenntartása elveszi minden energiáját másra, szervezésre, gazdaságosságra, stb. Nem marad semmi. Energiáját azonban olyan államra pazarolja, amely elnyomja, leigázza őt. Ezt gondolta ez a lengyel utazó, és egyébként mi mentünk egyszer 18 órát vonattal Moszkvából Izsevszkig, ugyanez az érzés ott van, az ember megy, azt mondja, ugyanott megy. Megnézem a térképen, mentem ennyit az egész Oroszországhoz illetően. Tehát ezt tényleg feldolgozni, hogy ehhez képest repülőről látom Magyarországot fölülről, hát ez semmi. Már bocsánat, az arányokat akarom ebben mondani. Viszont nálunk nagyon sűrű a beépített települések száma. Oroszországban falvak is iszonyatos messze vannak egymástól, és sokkal kisebbek. Nálunk valójában nem egy... Tehát az orosz nép, az orosz ember az nem település lakó ember, én azt gondoltam. A városaik se nagyok. Tehát ahhoz képest van Moszkva, 12-13 millió, 5,5 Szentpétervár, aztán jönnek az 1 milliósok, és abból is van 3. Az összes többi alatta van. És nincs is sok város. Tehát azt mondják, hogy Moszkva, Szentpétervár, Nyizsnyi Novgorod, Jekaterinburg, és véget ért az orosz városoknak a felsorolása tulajdonképpen. A többi az nem város jellegű. Én még Kazányt ide tenném, ahol voltam, de annak is csak egy nagyon kis részé. De Mongóliához képest rendkívül városias. Ha Mongóliában nincs város, azt akarom, mert majd eljutok oda. Fogunk elérkezni, mert az a kiállítás a legutóbbi helyszíne ja. Mongólia volt, tehát ha most itt szemléljük, akkor Oroszország tulajdonképpen igen város. Tehát ez Jekaterinburg, itt visszatérek oda, itt volt az Ipatyev ház, ahol a Cárszkoje Szelóból elhozott cári családot kivégezték. 72-ben lerombolták ezt a házat, addig állt, hogy ne legyen semmiféle kultusz vagy akármicsoda, kiadott parancsot a lerombolására, a város első pártembere, Jelcin. Tehát akkor ő volt ott, majd ő adott parancsot 90-valányban a templom építésére is. Tényleg. Ez egy vadonatúj templom, amit ugyanazon a helyen építettek, ahol volt az a ház, ahol megölték őket, és kivitték ebbe a Ganimayana nevű helyre. Ez egy ilyen, nem tudom, 30 kilométerre a várostól van, és egy gödörbe beszorták őket, mészszel minden leöntöttek, szóval elképesztő módon bántak a holttestekkel. Mégse sikerült elérni, hogy eltüntessék, mert ma ez egy zarándokhely, tehát ide járnak az emberek. Felépítettek, ez is Jelcin ideje alatt, 7 templomot, mert 7 voltak az 1 gyerek, meg a 2 szülő. Ezek újak. Itt én, mindegyiknek van temploma, én csak a gyerekek szobrait fényképeztem le, de külön szobra van a cárnak is, a feleségének is, és érződik ebből a helyből, hogy ebből tényleg tisztelik valahogy és őket. És az ortodox egyház, ugye szentélye ott őket. Még nem. Orosz. Szeretnék. Ott folyamatban. Folyamatban van, és csak az az akadálya, ami megkérdeztük itt, mert valamelyikről még nem derült ki, hogy DNS-ileg ő van ott. Tehát még arra várnak, és most New Yorkban, nem tudom, azt hiszem az egyik lánya, akinek nem tudják biztosan, abban a pillanatban, ha ez meg, tehát maga az a folyamat, hogy szentély javas, az lezajlott. Tehát ők csak még nem kapták meg ezt, amíg meg nem érkezik ez, de ilyen belülről ez is mint faépítészet és vadonatúj. Tehát azt mondom, hogy ők a vadonatúj alatt simán felépítik egy-egybe a történelmet. Na és akkor ez Izsevszk, ez nagyon fontos, mert ugye ez úgy került be a rendszerbe az Olga miatt. Aki nem merte fölvállalni, hogy az ő szülő, vagy nem a szülő, hanem a fővárosokban, itt van a Magyar Egyetem, mert tudta, hogy ez kicsi, nem szép minden, és akkor én mondtam neki, és a Tamás Kucsera Tamás is volt, hogy ha meg tudja szervezni, menjen el a kiállításra, megérdemlik. Egyrészt magyarul tanulnak itt, kettő, meg az Olga annyit tett ezért a dologért, és hát nagyon meghatódott ettől a gesztustól, hogy a Makovec kiállítás elment Izsevszkbe. 6-700 ezeren vannak az udmurtok,
Tessék? Milyen intézményben mutattátok be? Hát, kösz. Ez egy 25 éve üresen álló, panelház alján lévő terem, amit erre az alkalomra kifestettek, felújítottak, és újból megnyílt egy galéria. Ez városi galéria. Mondtad, hogy van itt egyetem a városban, vagy nem? Akkor nem Izsevszkén, nem az egyetemen. Bölcsészkar van, és ott tanítanak magyart. 1993 óta, még Göncz Árpád írt alá akkor, mint köztársasági elnök. Magyar lektorra. Magyar lektorátus van, és most egy valamilyen soma van kint éppen. Imádnak kijárni, mert hogy annyira szeretik ezt az udmurt kultúrát, a nyelvet, a finnugorságot, hogy elviselik azt az egyébként, hát nem túl, hogy mondjam, ingerdús környezetet, amit Izsevszk jelent mondjuk nekünk, de ez nem érdekli őket, tehát ezek így belássák magukat. Tehát így látszik, itt a plakát, itt az ajtó, és hát ilyen dobozokból készült a makett alá az állvány. Itt is a Paksi templom. Igen, azt a Paksi templom az szerintem az itt egy ilyen zászlós hajó lett. És ez az Olga járt Magyarországon? Vagy hát persze, hát ugye itt volt itt ösztöndíjjal majd, tehát elkezdett magyarul tanulni annó, és akkor kellett jönni hospitálni is, meg nem tudom mi. Tehát vannak ilyen egyezmények, és olyan 2-3 évente mindig eljön és kutat. Ő egyébként PhD ebből, tehát egy nagyon komoly fordít akármi, és egy marha kedves ilyen kis apró udmurt lány, én nagyon, nagyon megszerettem. Akkor egyszer megkérdeztem, hogy mit vigyek neki ajándékba, akkor szerinted mit itt visz, hogy mit kérhet Magyarországról? De most ezt fölteszem, ezt a kérdést. Könyvet. Nem. Mi? Nem. Túró Rudit meg Tarhonyát. És akkor minden csomagban, amikor mentem, én bepakoltam Túró Rudit, Tarhonyát. Az egyik alkalommal úgy össze-vissza dobálták a bőröndömet, ilyen Túró Rudit lepényt tudtam elővenni, pedig a közepébe helyeztem be, meg nem tudom mi, de Túró Rudér oda van. És egyébként a Túró Rudit ők találták ki, csak nem tudták legyártani. Tehát orosz találmány, csak nem tudták azt a gépsor technológiát hozzátenni, és akkor azt hiszem Máté Szalkán készült nálunk először ez a klasszikus Túró Rudi, de és Tarhonya minden mennyiségben. És a megnyitón milyen közönség volt? Kinyitotta meg? Jó, hogy te megnyitottad, de az ő részük... Nem. Én nem szoktam megnyitni, mert ugye vagy tárlatvezetés van, tehát ugye ez egy ilyen kulturális esemény. Mindig ott van valami tiszteletbeli konzul, megbízott konzul, stb. Valami a város részéről, vagy a galéria részéről. Akkor ott van a Magyar Művészeti Akadémia dr. Kucsera Tamás, beszélni kell, Hegyi Anita a Magyar Intézet részéről beszél. Tehát 4-5 kötelező beszéd. És én mondtam, hogy én már nem akarok beszélni, mert hogy mindenki halálra unja magát előtte azokon a beszédeken, hogy inkább egy tárlatvezetés legyen. Tehát ezt szoktam kérni. A nagy 2-3 alkalommal kellett beszélni, akkor mindig mondtam, hogy én megírtam, de inkább másról beszélnék, és akkor ebben úgy elodázódott a dolog. De egyébként mondom, a tárlatvezetés az a... Hiszen ő ennek a galériának a kurátora, ez a hölgy, aki szintén kétkezileg dolgozott, ez a jobboldali. És aztán szépen rendben meg lehet. Tehát egy nap alatt valami elképesztő dolgot produkáltak, míg mi ott voltunk. Na most ott van egy egyetem, és minket ott fogadtak. Tehát beültünk egy nagy előadóba, ahol gyakorlatilag olyan hallgatók ültek, akik mind tanulnak magyarul. Tehát döbbenetes élmény, amikor te hallottad, mit tudom én, hány ezer kilométer magyarul beszélnek veled, nagyon kedvesen, nagyon szépen akcentussal és félelem nélkül. Tehát és erről még egy videót is hoztál. Hoztam, itt lesz majd. Nekünk, igen, ez a megnyitó. Tehát amikor tárlatvezetés van, akkor így jönnek és érdeklődnek. Tehát, na itt volt, ők mind magyar szakos hallgatók, itt van két fiú, nagyon jól beszélnek magyarul, őket azért mutatom, mert azért Oroszország, tehát... Putyin nem jó nekik, kritikával illetik, beszélhetünk, de Sztálin az ilyen jó ember volt. Mondja ez a két fiatal. Mert hogy átírják a történelmet, tehát már nincs benne, hogy lerohanták Lengyelországot, a Sztálinról csak az van, hogy a nagy honvédő háborúval megvédte Európát meg a világot, a nácikkal szemben, és egy hős volt. És ugye ők már olyan fiatalok, hogy már gyakorlatilag a szüleiktől se nagyon tudnak mit, mert meghaltak azok az emberek, vagy nagyon öregek, akik a sztálinizmus alatt éltek. Most már szép lassan, az Olga erről nagyon sokat beszélt, visszaszivárogtatják a történelemkönyvekbe egy történelemátírás Sztálinról. Tehát mi nagyon sokat vitatkoztunk a Pásával, meg a másikkal, hogy azért mégsem volt ez olyan jó ember, vagy nem.
vagy tudja-e, és nem tudják, de hogy nagyon nem is érdekli őket. Tehát. És egyébként magyarul vitatkoztál te Izsenszkben Sztálinról, szóval egy udmurttal, tehát most... Hát meg azért nehéz orosz emberekkel, vagy Oroszországban élő népek embereivel a II. Világháborúról vitatkozni magyarként, mert ellenkező oldalon álltunk. Számukra mi ellenség voltunk. Szentpétervár. Igen. Nem tudod meggyőzni őket arról, hogy mi hogyan volt. Tehát ez így nem jön, sosem jön össze. Én nekem is volt részem ilyenben Oroszországban. Nem sértik, hogy mit akarunk. Nem érdemes, mert ők ugye a nagy globális szituációban a németeket győzték le. Ehhez képest mindegy, hogy magyarok mit csinálták. 1200 kilométer az ember. Mód. Ez a Izsevszk volt az autógyárt, nem? Bezony, meg majd mindjárt az Izs nevű autót, azt hogy gyártották. Szentpétervárot egy... A videót nehogy elfölt. Jó, egy fiatal konzul helyettes, magyar, oroszlány tett feleségül. Itt is esküvő, ott is esküvő, mind a kettő megtanult magyarul és oroszul, kölcsönösen. Minden rendben van, kivéve a karácsonyi, meg húsvéti ebédek, amikor találkozik a család. Mert hogy a két apus, az őre mennek 56 miatt. És hogy nem szeretik, tehát ők meg tudnak békélni a fiatalkével. Az orosz azt mondja, hogy mi cserben hagytuk őket, 45-ben felszabadítottak, hátba támadtuk, meg mit tudom én, a magyar, mit kerestetek itt egyáltalán, szóval elindul egy ilyen, és nem szeretnek családi ebédeket tartani a történelem miatt, csak hogy erre. Tehát hogy ez azért rendesen ott van a levegőben. Ja, nem, még visszamegyek. Ez a hölgy, ez nagyon érdekes volt, ez a jobboldali, csak ilyen élmény. Ez bejött a kiállításra, és hosszan beszélt arról, hogy ő aznap reggel megváltoztatta az életét. Ő eredetileg református, tiszteletes asszony volt, ez a jobboldali. Udvartföldön református volt? Igen. Jó. Én nem is láttam sehol ilyen templomot, az volt. Majd egyszer ott hagyta az egészet, és elment egy ingatlan ügynökséghez dolgozni. Aznap reggel, amikor a kiállítás megnyitója volt, döntött úgy, hogy ott hagyja az egészet, és megírja az élet történetét. És elsétált, és benézett, és akkor vett észre, hogy benn van valami, nem tudott róla. Bejött, és amikor végignéz az egészet, kivárta a sort, hogy beszélgessen velem, és azt mondta, hogy nagyon köszöni ezt a dolgot, mert most ez egy nagy segítséget adott, hogy jól döntött aznap reggel, hogy ő feladta az ingatlan ügynökségben való részvételt. Mindig vannak sisú emberek, ja. Minden megnyitva. Én nem úgy éreztem, tehát, na mindegy. Na most. Ebben fogadtak minket az egyetemen. Mind udugult lány. Kérgeszívű magyar küldöttség voltunk, de meghatódtunk ettől, szóval az ilyen... Felkészültek, csináltak nekünk egy ünnepséget. Meg Udmurt népdal. Zsuzsányi, Vosbágy púosz na budó.
Elvittek egy skanzenbe, ezt mondjam, mondom, Udmurtföldön, és itt kaptam egy rontó szellemek ellen való babát, ennek nincs arca. És azért nincs arca, mert így véd meg ennek a babának a szelleme az, aki kapja. Egyébként gyerekek készítik, mert aminek arca van, azt a szellem meg tudja rontani. Az udmurtoknál szellemek vannak. Tehát az a vallásuk, a mindennek van szelleme és gazdája. A kuzsó szó jelenti az, hogy szellem. És a sauna az nagyon fontos, nálunk a muncsó. És a sauna szelleme a muncsó kuzsó, én ezt a nevet adtam ennek a babának, mert nagyon tetszik. És ez a muncsó kuzsó babám, amit ott kaptam ebbe az udmurt skanzenbe. Ez a hölgy vezetett minket végig, ez a, ami ott a nyakában van, ez az egész család története. A dédanyja kezdte el készíteni, és rakta össze az első két-három sor érmét. És ahogy adja tovább, csak a nőkön megy ez tovább, mindenki hozzárakja a saját életében, amit fontosnak talál, és megkérdeztük, többé-kevésbé el is tudja majdnem mindegyiknek mondani a történetét. Mondta, hogy most ő 3 kilóval kapta, most 4,5 kilónál tart ez, amit így hord. Érdekes az, hogy az egyik helyen felfedeztünk egy magyar 50 fillérest, azt a régi, azt hiszem, ami az Erzsébet híd van benne. Nem tudta, annak nem tudta megmondani, hogy hogy került oda, de... Saját volt a... családi hagyomány. Igen. Pénzt akasztanak a nyakukba. És egyébként a népviseletük, öltözékük a sokban hasonlít a magyarhoz. Egyébként alap dolgokban, itten... Ez például az erdőknek a szelleme. Tehát az ember bemegy az erdőbe, Udmurtföldön, el kell mondani a szellemnek, hogy miért megy. Virágot szedek, fát gyűjtök, most szalon, meg kell vele beszélni, hogy mehetek. Egyszerűen csak sétálok-e, mehetek-e vagy nem. Tehát minden szellemmel ezt meg kell beszélni, de nagyon természetközeli vallás, az Olga, PhD, akármi, például a mai napig beszélget a folyók szellemével, mindennel, amikor hazamegy, ő ezt letárgyalja. Tehát benne van a neve, tehát így nőtt föl. És itt a vízen a víz szellemével beszéltetek el? Hát mi majdnem belefordultunk ebbe, ez egy ilyen áthúzós kompott, ez egy nagyon érdekes dolog, de jó volt. A házaik egyébként hasonlatosak sok mindenben a nálunk, inkább Erdélyben lévők között, ami nagyon érdekes, hogy nem viszintesen, hanem így hosszában vannak a fák a fedésnek föltéve. Uh-huh. Tehát nem az a zsalus, ami nálunk van, hanem egymás mellett követi a molnokat. Minden háznak van egy, úgy hívják, hogy kuala, az a ház, amiben összegyűlnek, és az a portának, a tanyának, a szellemének a helye. A szent állatuk a kacsa, azt mindig ott ölik le. Tehát hogy megvan a ritusa, tehát nincs templomuk nekik, hanem szellemházaik vannak, majdnem minden nagy tanyán, és egyébként egy falunak van egy nagyobb szellemháza, ahol összegyűlnek, és akkor minden család visz egy kacsát, és egy ember, a sámán, az minden kacsát elvágja a nyakát, kivéreztet, és visszaadja. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a náluk a vallásos, nincsenek templomai. Tehát ez egy sámáni. Sámán, abszolút sámáni dolog. Na most azért a városban Sztálinnal reklámozzák az antikvitást, tehát hogy visszatérve, ez egy klasszikus udmurt ház, a túloldalán Kalasnyikov múzeuma van, mert Kalasnyikov is Izsev szülötte volt, és van egy múzeum róla elnevezve, és van egy Kalasnyikov gyár bent, ebben mai napi kalasnyikovokat gyártanak, ott a Lenin embléma a tetején, tehát elképesztő ez a keveredés. Jó, talán nagyobb megrendelő. Hát igen, igen. Na most itt Izsevsz mellett nem messze volt egy a második világháború elhunyt magyar hadifoglyoknak, 6000 volt itt, egy emléket állítottak az ottaniak, ezt megkoszorúztuk. Oroszoknál nincs koszorú. Tehát úgy kellett összerakni, ezt nem ismerik a nálunk klasszikus, ezt az Olga intézte, egy nagy virágcsokor lett magyar színekkel, de oda mentünk és megkoszorúztuk, ez aznap derült ki, hogy van, mi nem tudtunk erről, de mondtuk, akkor azt koszorozzuk meg. Na és Mongólia. Mongólia egyenlő Genghis Khannal szerintem. Genghis Khan a reptére, mindenhol Genghis Khan van. A reptér Genghis Khan elnevezve. Igen, 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 internál minden. Itt van mongolul összekötni az eget és a földet, ilyen nagy pannókat, plakátokat gyártottak a kiállításhoz. Egyetemen előadás, Gambold úr volt az én kísérőm, ő mongol-magyar műfordított él Budapesten. Nagyon remek ember, ő szervezte ki ezt a ulánbátori kiállítást, ez független az oroszországitól, tehát most párhuzamosan két helyen van a Kovács kiállítás. Arrafelé, Ulánbátorba és Izsevszbe. Tehát Ulánbátorba innen ment ki. Mindig nyitva van a kiállítás? Igen, igen. December közepéig vannak nyitva, és akkor utána
majd kiderül, hogy mi lesz velük. Egyelőre nincs további állomásokról döntés. És akkor ez egy nagyon nagy galériába volt, a kiállítás, hát a küldöttség, minden. Itt ez egy reprezentatív volt, például Ósko Judit filmjét azt lefordították mongolra. Tehát egy mongol speaker mondta végig alatt a szöveget. Ezt mind a Gambold mester végezte el ezt a munkát. Na és elvittek Mongóliába. Na most, ha Oroszországban nincs város, akkor Mongóliában egyáltalán nincs. Ez a mongol táj. Nem tudom, volt-e valamelyik Mongóliában. Elképesztő. Tehát Ulánbátorban lakik az ország lakosságának a fele. A terület az 15-ször akkora, mint Magyarország, és így néz ki. Ahol van jurta, ott van, egyébként kövek és pusztaság az egész. Állami tulajdonban van a földek nagy része, hogy arra legeltessek, amerre akarok. Tehát nincsenek birtokhatárok. Annyira ez a nomád rendszer ér, hogy pásztorokkal mennek, vonulnak, és amerre az állat megy, én mehessek, nem mondhassa a szomszéd, hogy nem engedem rá. Tehát így működik ez, és csak barna szén, állat és különféle ilyen fél drága fémekből él Mongólia. Egyébként egy elég szegény ország, de az emberek nagy részét ez azért nem érinti, mert nem tudja, hogy mi az, ami ennél jobb. Tehát olyan érdekes ez az egész ilyen mentalitásuk. Szépek a gyerekek nagyon. Tehát ilyen, nem mondjuk így kellett járni vidéken, tehát ez volt a terep. Ott van egy félbehagyott szálloda, csak a vasbetonváz látszik, a Mongólia közepén. Nem is értettem, hogy milyen apropóból kezdett ott bárki is építkezni. És eljutottunk egy láma kolostorig. Ő Uncsi a sofőr, aki Jancsi névre hallgat, tud magyarul, és építészként végzett Mongóliában. Egyébként Mongóliában összefutottunk rengeteg mongollal, aki folyékonyan beszélt magyarul, idősek, mert hogy még a Varsói Szerződés KGST korszakban itt tanultak Magyarországon. Tehát a Mongol Építész Szövetség alelnöke, az itt végzett a Műszaki Egyetemen, jól megbeszéltük magyarul, hogy hol volt a mésző tanszék, a borozó, a nem tudom mi. Ő mindenre emlékezett, 25 éve nem volt Magyarországon, de minden élesen benne van. És megbeszéltük, hogy ő a szövetség kamara helyzetéről beszélt, én meg a... És nagyon megragadta azt, amikor én a vándoriskoláról beszéltem az előadáson a egyetemen. Tehát az egyetemre az előadásra beült az építészszövetség teljes vezetősége, mindenki, tehát hogy érdekelte őket ez a dolog. Mutass el egy-két képet Ulánbátorból is, jó, mint város. Ebben a láma kolostorban egy ilyen függőhídon mentünk át, ott én vagyok a közepén. Tehát ez egy láma kolostor, ott kint a pusztaság, sose voltam ilyen helyen. Meredek lépcső visz fel oda, bárki teázhat, tehát nincs ott senki, de én bemegyek, ha egyébként a nem túl tiszta edénnyel el vagyok, akkor teázhatok. Most ez, hogy Grand Pizza, ezt nem értettem, mit keres ott a láma kolostornál, és hogy honnan hozzák, leginkább ezen gondolkoztunk, hogy honnan jön ide egy pizza szelet. Az olasz kultúra, olasz, fordítás, igen. Tehát biztos az olasz hódító. Most Dzsingiszkán, az egy Dzsingiszkán szobor. Ez a bejárata a területnek. Mondjuk Dzsingiszkán ül a lovon, és hát egy eléggé félreérthető helyén van a feljárat Dzsingiszkán, két lába között. Jövök föl a sörényen, lépcsővel a fejére, és körbenézek. Irdatlan nagy építmény ez csak. Ez az árnyék a földön. Ezt egyébként a jelenlegi köztársasági elnök tervezte, saját kezileg, aki fiatal korában költő, festő és birkózó volt, ma ővé a legnagyobb bank. 250 tonna acél, és fel van ilyen tehát polírozva. Lent ő azt tervezte, hogy 10 000 lovast fogott bronzból kiöntetni. Mindenki kaphat egy ilyen szobrot, aki fizet valamit, és az arcát akkor róla mintázzák meg. Tehát így akar egy tument felállítani. Hát 8 van jelenleg. 8 darab a 10 000-ből még azért. Utána értesítették őt, hogy igen. Nincs bronz. Na most ez Ulánbátor. Ulánbátor 1921-ig csak jurtaváros volt, és lámakolostorok voltak benne. 21-ben ugye a lámakolostorokat megszüntették, és egyszerűen elkezdtek egy várost építeni, ami nem nagyon sikerült. Dzsingiszkán mindenhol, tehát ez a parlament épülete, ott ül Dzsingiszkán, és előtte kell az esküvői párnak fotózkodni. Tehát, hogy ezen az egyébként teljesen léptéktelen téren. Tehát,
Ez az esküvői fotón, ez egy harcos veterán, szóval elképesztő emberekkel találkoztam, amikor ott volt 2 óra sétálni, 3 óra, de itt volt a kiállítás helyszíne, meg a szálloda is ez a tér mellett. Kiállítás milyen intézményben van? A Mongol Nemzeti Galériában volt. Ilyen a régi mongol írás, tehát az felülről lefelé van. Na most 1921-ben egy napról a másikra állították át Bajorobra ciril betűvel ugyanezt az írás. Szóval azért ma azon vitatkoznak, hogy latin betűre térnek át, mert hogy ők mégse akarnak orosz betűkkel. Inkább, mint a ciril. Inkább, mint a ciril, de azért ez nem olyan egyértelmű, mert Oroszország és Kína között vannak. Tehát elég messze vannak a latin kultúrától. Tehát, és ez a két ország az egymással harcol Mongóliáért. Tehát be vannak nagyon szorítva. Jurta azért van, szuvenír shop mindenhol. Na most ez egy megmaradt kolostor, ez az egy darab, ami megmaradt láma kolostor, és így veszi körbe a város. Tehát most a kolostornak az egyik felén ott levették a cserepet, abbahagyták, föltettek ilyen fóliát, és zacskókba követéve földobálták rá, hogy lesúlyozza a fóliát. Tehát itt látszik a baloldalin, a kolostor mögött, össze-vissza vannak itt. Nincs semmiféle előírás, nincs semmiféle szabályzat, egyébként állítólag a levegő összetétele rosszabb volt, mint Pekingben. Az hogy lehet? Nem tudom, tényleg nagyon büdös van. Tehát kiszálltunk az autóból, és beszívtad, minden barna színnel fűtenek, tehát valószínűleg szerintem minden jöhet. Tehát a barna színnek van egy ilyen furcsa. És ráadásul nem szűrik, nem tisztítják, egy az egyben megy be. A jurtában mindent behaigálnak, a PET palackok, ezzel mindent a kájába, az dur kifelé. Ugye ugyanazon a szélesség, ugyanott van, ahol Budapest, csak hát kontinens belsejében, tehát nagyon száraz, és 1600 méteren van Ulánbátor, tehát az nagyon, nagyon magas. Hát ilyen a mongol táj autóból. Tehát. És az a először nagy épület, az mi volt ott az első? Az szálloda. Szálloda. Sok szálloda van, mert egyébként rengeteg ilyen külföldi üzleti ember van, ott kint, aki hát keresi a helyét, mert nyersanyagban gazdag, meg ilyen... Mongóliában az autók fele jobb, a másik fele balkormányos. Mert hogy közel van Japán, és a használt autókat könnyebben behozzák, onnan Japánban ugye jobbkormányos autók vannak. A Kressz az európai Kressz, el lehet képzelni, mi zajlik ott az utakon. Tehát. És ennek ellenére, amikor most visszatérve Makovec Imrére, elképesztően vették az ő építészetét. Tehát én azt mondtam ott egy helyi tévének, hogy ilyen messze ritkán volt kiállítása Budapesttől, de azt tudom, hogy ilyen közel sose volt bizonyos dolgokhoz, amiről ő írt. Tehát, hogy ez a táj, a szellem. Van egy őserő egyébként Mongóliában ebből a kihetlen tájban, ami nekem erősebb volt, mint a sztyeppén, amikor utaztam. De ezt nagyon nehéz megfogalmazni, nem vagy ott. Tehát, hogy ez a... Tehát, hogy nagyon egyszerűen élnek az emberek. Húst húsra lesznek, mert nincs zöldség, nincs gyümölcs, mert nem nő ott semmi. Azt mondja egy mongol ember, amikor azt mondja, hogy egyenek több zöldséget, azt mondja, hogy hát az állat egész életében azt evett, van neki belőle bőven, amikor ő a húsát eszi. Rengeteg az ilyen isiászos egyéb megbet, a köszvény, ami ugye a hústól van, és a húsból se a csirkét esik meg ezeket, hanem a birka, bárány, ló, teve. Tehát ezeket esznek. És ez volt a kiáltás sorozat legutolsó állomása mostanáig. Igen, de abban fel, ott egyből fölmerült, hogy el kéne vinni Belső Mongóliába, mert hogy ez kell, ez jó. Na most Belső Mongólia az a mai Kína területén van, tehát egy határon átmenni, főleg egy mongol-kínai határon, az nem olyan egyszerű. Tehát nem lehet az, hogy beteszem a kocsiba és átgurulok. Tehát... Budapestről diplomáciai. Hát bizonyám, mert ez úgy került oda ki. Ja, ez már a másik. Tehát érdekes, és az Oroszország anyagot meg még Kazányba szeretnék bemutatni, mert az Izsevszk egyébként olyan 400-500 kilométerre van, az semmi. Tehát ez még két lehetőség ennek a kiállítása anyagnak, és szerintem utána az a fog jönni. És nyugat-európai bemutatásokról van szó, vagy esetleg? Hát voltak egyébként, volt Helsinki-be kiállítása, hát Nyugat-Európa ez Helsinki, Berlin, és itt véget ér. Volt... De ugyanaz az anyag volt?
Nem, rajzok, csak rajzok. Nem, ugyanebből a vigadóbeli kiállításból általában rajzok mentek ki. Tehát ezt a nagyobb anyagot sehova nem kérte Nyugat-Európa, hogy elmenjen. Kínában volt egy összkiállítás az akadémiának, több más művészeti ággal, akkor a Krisztina Városi Templomnak négy ilyen nagy molinója ment ki. De akkor ott az nem, tehát az egy része volt egy dolognak. Egyébként Nyugat-Európából úgy nem nagyon érdeklődnek. Tehát ez az anyag megjárta a Kárpát-medencét, tehát a vigadóbeli anyag az Erdélyben több helyen volt. Legelőször egyébként Belgrádba ment el. Ők kérték először, hogy Belgrádba legyen, és nagy sikere volt. Tessék? Nem. Mondom, Helsinkiben volt csak a templomok, Berlinben voltak csak a rajzai, és köbe kész. Aztán Bécsben is voltak a rajzok. Mindenhol egyébként az ottani magyar intézet az, aki ezeket generálja. Tehát különben nem megy. Értem. Jól van, hát akkor ezzel végére értünk a Makovec kiállítás eddigi turnéjának, és szenteljük egy kis figyelmet akkor a te legutóbbi épületednek, ami Nagygéc nevű nem létező faluban van. Ugye azért mondjuk, hogy nem létező, mert közigazgatásilag már nem létezik az árvíz óta, de te itt, mint volt Csengeri, pontosabban, mint Csengeri főépítész, aki régóta dolgozol itt, úgy láttad, hogy itt jó lesz megszervezni ezt az akciót. Mondd el, hogy mi ez az akció? 70-ben volt egy árvíz, ugye az. Csengeri a Szamos, mindent a románok ráengedték, átvágott a Szatmára, Meregre a vizet, és hát ez nagyon nagy árvíz volt, Csengeren is több utcát elvitt. Olyan érdekes, hogy amikor felépítették az úgynevezett kockaházakat, akkor mindenki úgy emlegette, hogy az aranyat hozó árvíz, mert ő új házba költözött a régi tornászósász helyett. De ott feljebb öt település gyakorlatilag teljesen elvitt. Az egyik volt Nagygéc, mellette Kisgéc és még három, és erről úgy döntött akkor a kádári rendszer, hogy ezeket levesszük a közigazgatási térképről, ide nem költöztetjük vissza az embereket, nem állítjuk helyre a falut. Tehát a mai napon, ha előveszem ennek a területnek a térképét, nem látom rajta ezeket a településeket. Tehát Nagygéc ma Csenger sima külterülete. Beköltöztették a lakosokat? Beköltöztették, igen. Csenger simán? Hát meg Csengerre, meg Mátészalka, nem tudom. Össze-vissza megszűntek. És mi maradt itt meg a helyszínen? Itt megmaradt egy darab templom, az ott látszik a jobboldali képen, ami eredetileg egy Árpád-kori katolikus templom volt, és ebből lett aztán egy református templom, műemlék egyébként. És két házban két lakó, akik közül a Bözsi néni a mai napig ott él, tehát ő nem hagyta el, ő volt az egyedüli lakos a Nagygécnek, de úgyhogy az áramot lekötötték, a vizet, minden közművet leszettek a falu határában, tehát nem a házát kötötték le, a elöntött települést. És akkor itt, én a 90-es években, amikor főépítész már voltam, akkor egy tábort szerveztünk, egy Gici, nem tudom, István talán ez a neve, Pécsett a Pollákon tanított építészetet hallgatóinak, egy felmérő tábort, ahol ezt a templomot mérték föl, mert hogy ezt el akarták bontani és bevinni a nyíregyházi skanzenbe. És akkor ők azt mondták, hogy hát megbeszéltünk, hogy ne bontsák el, mérjük föl, állítsuk már helyre a helyszínen. És akkor tulajdonképpen ennek a tábornak annyi vízhangja volt, hogy lemondtak arról, hogy szétszedjék és elvigyék. Egyébként nem történt semmi. A hallgatók még kitettek ilyen régi utca táblák helyett, ilyen fatáblákat, hogy Kossuth utca, Petőfi utca. Tehát megpróbálták kijelölni a 95-96 körül. Igen, most vagyunk 2018-ban. 2015-ben viszont 20 évvel később indult egy másik. Egy másik mozgalom. Akkor 2010-ben így nézett ki a templom. És ugye csak itt, hogy hol van Csenger sima, ott van Csenger, gyakorlatilag a román határnál van. Ez a Nagygéc, ez ott van Csenger sima, az egy kis kék pötty ott bent, tehát ennyit lehet erről tudni. És akkor 2015-ben egy tulajdonképpen politikai akarattal is, de megszületett az az elképzelés, hogy ez legyen a megmaradás jelképe ez a templom. A magyarság megmaradásának a jelképe, és rendbe kéne tenni, hogy egy ilyen hol területen, elhagyott területen mi felújítunk egy templomot. És én, mint főépítész ebbe dolgoztam, és akkor ez nem csak egy templom felújítás volt, rendbetétel, hanem egy látogatóközpontot építettünk, és egy emlékházat, meg egy tornyot, ez majd jön itt, tehát itt látszik. Ezt a Csengeri önkormányzat csinálta.
Hát pályázaton nyerték a pénzt, de a kivitelező, igen, itt van a templom akkori állapotában. És akkor ott van fölülről a felújított templom, egy légi felvétel, ott balra a látogatóközpont, a torony, és mögötte az egy ilyen emlékezőház. És körülött ezek a sírkővel jelzett kövek, ezek négy oldalán feliratok vannak, amiben Kárpát-medencei magyar települések 90 karakterben üzenhettek a jövőnek. Küldtünk egy levelet az összes településnek, nem érkezett válasz mindenhonnan persze, de aki beküldte, az egy József Attila idézett, a polgármesternek egy gondolata, vagy a település híres emberének, és szépen fölírtuk ezekre a kövekre négy oldalt, és elhelyeztük, mint egy ilyen katonai temetőszerűen, de minden kő, két kő közé elültettünk egy őshonos kárpát-medencei gyümölcsfát. Ez volt ugye 2015-16-ban. Na most érett meg a dolog, hogy a temetőből kicsit átváltott ez már élőbbé, mert idén már először gyümölcsök is megjelentek. Akkor nem a temető volt a szándék. Nem, csak ugye ez a rendszer, ez egy emlékpark, a megmaradás épület együttese ennek ez a neve, de azért elsőre, ha te ránézel, erről a temető, egy katonai temető az az, ami beugrik. Én sokáig azért nem is beszéltem erről, nem publikáltam, mert nem akartam, hogy ez legyen, hanem várjuk meg, míg a fák megnőnek, és van élet. Tehát itt egy helyszínrajz, van egy torony, a templom itt baloldalt, ott a látogatóközpont, ott a köralakú épület, és egyébként jelzésszerűen ez a toronyból látszik, a Nagy Magyarország és a Kis Magyarország ilyen föltányásból ki van téve. Azt a közte mászkálok, nem látom, csak a toronyból látom. Ez a látogatóközpontnak az alaprajza, van egy nagy előtere, itt előadásokat lehet tartani, és rengetegen jönnek ide, nem gondolta volna senki én se, hogy ennek ilyen forgalma lesz. Most már 20-valány ezer regisztrált látogatója van, ennek a világ végén lévő egyébként csak egy fatáblával jelzett helynek. Itt vannak a tervei, nem olyan nagy épületek ezek, de én nagyon szeretem az egészet. Hány négyzetméter egy ilyen épület? 250 mondjuk az. A templom az így nézett ki szétbontva, tehát itt vannak a régi 1933-as évszám. Ezt egy Fehér Ildikó nevű műemlékes mérnök újította föl, tehát ővé az érdem ennek a helyreállításáért. És akkor itt balra és ilyen lett jobbra, fölszentelték, és istentiszteletek, esküvő, minden van ebben, tehát működik. Úgy, hogy a faluban most már négy lakos van, mert három telket megvett Szatmár németiből egy román, meg egy magyar, és ott építkezik. Tehát egyfajta... De Csengersimához tartozik. Igen, igen, ez továbbra is Csengersima. Ez Csengersima külterületén vett egy telket. Nullával kezdődő helyrajzi számmal, tehát ez külterület az egész. Hát nem történt ilyen szempontból változás, működik ez a dolog. Itt látszik, milyen volt és milyen lett. Ez is egy ilyen kézműves munka volt tulajdonképpen. Na most, Makovec Imrével annak idején tervez, én segítettem feldolgozni, tervezett egy nagyon borászatot Siklósra. Nem épült meg semmi belőle, egy francia bordói cégnek. Majdnem elkezdődött az építkezés, de nem történt, meg kiviteli tervek is lettek szállítva, és ez a torony nekem nagyon tetszett ott közepén, és nagyon sajnáltam, hogy nincs. És megvettem azt a bátorságot magamnak, hogy egy ilyen parafrázisát, vagy áthangolását én megcsinálom ott, itt, mint egy kilátó. Tehát egy Makovec torony. Ez indult ki, de igen, a gondolatát, a deszka, a héj borítás, de valójában azért ez egy más arányú, más dolog lett, hát Csernyus Lőrinc lett belőle, de ez lett belőle, ez a torony, és erre föl lehet menni, és marha jó a kilátás ott egész Szatmár-Veregre, jó időben a Kárpátaljáig el lehet innen látni, tehát egy nagyon jó helyen van ez a terület, és működik. De miért működik? Mert van egy gondnok asszony, aki a szívén viseli a dolgot. Megint van egy ember, aki kijár Komlott-Tótfaluról biciklivel minden nap, és ő fotóz, keresi a látogatót, a környék összes iskolája megfordult, összes nyugdíjas klub, minden. Nincs zárvatartásidő, amikor jönnek oda, megy, kinyitja nekik, tehát ilyen élhal, ezért Szigeti Juliannának hívják. Mindenhol csak dicsérem őt, és ugye idén már ilyen lettek ezek a gyümölcsfák, itt vannak az idézetek a kövön, tehát ez egy ilyen, mit tudom én, környéknek lehet egy programja, ezért azért nem megy el
senki sehonnan, sehová, mert 3,5 órát kell Budapestről utazni, tehát, de mondjuk be lehet iktatni egyéb Szatmár és Beregi turista dologba, ennyi az egész. Nagyon szépek, tényleg rendben van tartva az egész. Van a tájról egy ilyen kis kiállítás ebben az emlékezés házában. Na, ilyen a toronyból ilyen messzire el lehet látni, azóta arra felé már Románia, ez nagyon a határ közelében van. És mondom, ezt nagyon használják. Hangversenyek vannak, idén a Hét Torony Fesztivál is itt fog koncertet adni, nagyon jó az akusztikája. Hát kicsit hűvös télen, de hát Istenem, templom meg, azért ezt nem minden nap használják, de hát... Tehát ilyen, amikor egy csoport megérkezik, akkor... És akkor a Szigeti Júli elmondja az egész történetet, avval kezdve, hogy leülteti a társaságot a templomba, és elmondja, hogy mi ez a megmaradás épület együttes. N plusz egy egyszer, ugyanolyan hévvel, lelkesedéssel, télen is nagyon jó. És akkor itt vannak az első gyümölcsök, tehát hogy ez egy jelkép, tényleg mennyire lehető, azt nem tudom. És akkor ennyi a dianyag. Nagyszerű. Akkor most már a közönséget kérdezzük, hogy van-e valakinek kérdése? Vasút van Mongóliában? Nincs. Vagy de, mert az izé elmegy oda a Trans-Szibériai Express, tehát Harbinig van, és az a mongol-kínai határ. És akkor szerintem onnan is van, tehát Ulánbátor után Harbin azt hiszem a második legnagyobb. Tehát ez az egy vonal van, tehát egy vonal keresztül megy, mint vasút. Moszkvából mennyi repülővel Ulánbátorra? Ezt mindjárt kiszámolom, mert este 7-kor indult a gép, és reggel 6-ra értünk oda. De ez furcsa, mert 5 órát kellett levonni, tehát valójában reggel 6-ból levonok 5-öt, az éjjel 1, akkor az 5 óra repülési idő. Leszállás nélkül. Igen, de hazafelé úgy jöttünk, nem tudom miért, hogy Ulánbátor, akkor 40 percre beugrottunk Kirgizisztánba, Biskekbe, mert tankolni kellett a gépnek, és akkor leszállították az embereket, átvilágították, bevitték egy ilyen sármellék típusú reptéren egy ilyen duty free akármibe, mindenki konyakot vett meg, nem tudom, édességet és kasmírkendőt, és visszaszállítottak a gépre, és mentünk Isztambulba, ahol persze lekéstük a csatlakozást, és Isztambulban éjjel egy szállodába kellett aludnunk. Említetted azt, hogy le vannak maradva 25-30 évvel, de mennyire van például organikus építészet Oroszországban? Nem is ismerik ezt. Nem is ismerik? Nem. Tehát valami, az a marha, bocsánat, ez a nagyon nagy ország egy nagyon zárt világba él, de ők nem is nagyon akarnak, én azt vettem, hogy el vannak. Tehát nagyon nagyok. Tehát, hogy őket nem nagyon vonzat. Talán, mint a félnének is ezektől a dolgoktól. Tehát például nincs Facebook. Saját rendszerük van. Ugyan létezik, de nem használják. Valami miatt ez elterjedt, hogy az inkább ne. Tehát szerintem, és ez lehet, hogy egy felülről is irányított dolog. Ebben nem tévednek olyan nagyot, hogy a Facebook. Igen. De viszont az, amiben másfelől, szóval az a rajztudás, az itt nagyon hiányzik szerintem egy építésztől, amit minden építész ott legalább. Tehát én néztem, bementem, ahol dolgoztak, hát térdei mához, hogy én itt tudnék rajzolni. Tehát tényleg fantasztikusan. Ezt nagyon... Nagyon-nagyon erőltetik, és mintha az az érzésem, hogy maga az, hogy megfeleljek a mai kor építészetének, ez nem igazán izgatja őket. Itt van egy a könyv, nekem egy ilyen, nem is tudom, hogy itt van-e valahol egy mongol, orosz építész irodától. Abban láttam olyat egyedül, ami kortárs vagy jó. Abból egyébként rá lehet mondani egy-két házat, hogy ez akár organikus lehetne, mert olyan a felépítése, látszik rajta a szerkez, minden, de ők nem nevezik annak. Tehát ők ezt nem ismerik, hogy van ilyen irányzat, hogy organikus építészet. Ezért is volt rájuk nagy hatással, amikor ez így elhangzott az előadásban, hogy organikus építészet, gyökerek, hogy a helyszelleme, az építés drámája, tehát mindazok a Makovecz Imre által használt sarokpontjai az ő építészetének, az mind teli találat volt. Náluk. Hát a legtöbbet a vándoriskoláról kérdeztek, hogy az mi. Amikor elmondtam, és akkor azt újból ilyen mantraszerűen megkérdezték, és egy baskír lány, nyalazóta levelezek, hogy ő szeretné idejönni egy építész hallgatóval, aki egyébként a Magna Hungáriáról nagyon sokat tudott, ott van baskírja is,
és hogy ő ilyen szellemben akar tervezni, és hogy milyen jó, hogy hallott valakit erről beszélni. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy tapasztaltál-e ilyenfajta hatást, hogy ha eddig nem volt ilyen, igen, most lesz, hogy akarják tanulmányozni, vagy tanítani az egyetemen, vagy fiatalok ide jönnek és tanulmányozzák, hogy megindul-e valami a kiállítások hatására? Azt nem tudom megmondani, mert egyrészt, ha arra várnénk, hogy ez mondjuk, hogy mondjam, kapcsolati szinten, tehát már bocsánat, intézményesített szinten tovább lépjen, akkor szerintem évekig nem történik semmi. De hogyha én mondjuk azt elérem, és veszi a bátorságot, egyébként mernek világot látni, akkor lehet, hogy eljön ide dolgozni fél évre a vándoriskolának, lehet, hogy lesz egy baskír jelentkezője. Tehát, és talán ez tud valamit generálni. Vagy. Tehát én azt gondolom, hogy akikkel én kicseréltem a névjegyemet, minden, én tartom a kapcsolatot. Tehát, ők küldik a terveiket, az nagyon meghatom, küldenek egy tervet, hogy mondjak róla véleményt, és akkor ez megint ugyanaz, mint Cseljabinc városáról, mit lehet mondani. Hát most mit mondjak egy olyan tervről, amiről nálunk akkor egyes kapna az egyetemen, mint a ház. De egyébként többet bátorít, neki, mi? Többet ártasz neki, ha nem mondod. Én válaszolok az... mindegyikre, tehát nem arról van szó, csak... Tudom, de mit válaszolni a kérdést? Tehát, hogy... Igen, mert nehéz, nagyon nehéz belegondolni, tehát bele kell gondolni magad az ő helyzetébe, mert innen én nagyon könnyen tudok bármit írni egyébként is, mibe kerül nekem, érted most. De az, hogy olyat írjak le, amiből azt érzem, hogy őt előre viszi, segíti, és nem, tehát hogy az, amit kigondol, vagy megtalálni azt az egy gondolat csírát az ő tervébe, amit eset, és lehet, hogy aztán utána ott a saját egyetemén kaszálják el, tehát ugye ezt se lehet tudni, mert általában arról panaszkodtak, hogy ott is azért az oktatás az legtöbb helyen ilyen, a Szentpétervárt leszámítva, tehát hogy mit lehet, mit nem. Tehát a népépítészetből fakadó dolgokat azt nem igazán támogatják, főleg mondjuk ilyen nemzetiségi szinten. Tehát ő baskír építészetet akar, az apja néprajzkutató, és küldte az apja írásait, meg hogy jurtákat miért föl, meg nem tudom, ebben a családban nőtt föl, és nekik megvan már az építész irodájának a neve, még harmadéves hallgató, az ami két jurta, vagy nem tudom mi a neve. Nagyon, nagyon aranyos lány. Irányítsd el a Magyar Művészeti Akadémiára, itt van néprajzi tagozat. És akkor mi történik? Hát meghallja, hogy Magyarországon mit kezdtünk mi ezzel a kultúrával, ami mára ugye megváltozott, és már nincsen mögötte az a népi réteg, aki ezt létrehozta, de a magyar kultúrának egy részét mindig érdekli, és még mindig próbálom valamit kezdeni. Hát ha ő is kap erre valami inspirációt. Tehát olyan érdekes, hogy minket... Nem másoljon, vagy újra gyártson, hanem hogy hogyan tudja tovább fejleszteni, és hogy ne legyen attól legismertulás, hogy ő már nem csinálja azt, nem csinálhatja azt, amit az ő nagyszülei csináltak vidéken, de abból nyerhet inspirációt esetleg. Esetleg. Tehát bátorítani kell őket, én azt gondolom, hogy én küldök neki anyagokat, ezt olvas, de azt kérdezi, hogy mit olvasson, hogy jobb legyen. És akkor leírtam, hogy Frank Lloyd Wright testamentum, akkor szóval letöltöttem angol nyelven, PDF-be ki lett küldve. Tehát ugye, mintha egy ilyen újszülöttnek kezdenél el magyarázni innen. Mert nem, semmi, ilyeneket nem tanítottak nekik. És hiába van internet, mert van, de ha nem tudja, hogy mit keressen, akkor nagyon nehéz ebbe az információ özönbe eljutni. Én azt veszem észre. Egyébként arról beszéltünk, hogy az összes helyszínnek a képviselőit az akadémia jövő évben meghívná egy háromnapos. Ezért megköszönni a kiállítást, és ismerkedjenek össze egymással, mert ezek egymást se ismerik egyébként. Távolság miatt is minden, hogy hát ebből ki tud valami alakulni. Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy egy hajót bérelve Visegrádra felutaztatni, körbesétálni. Hát egyrészt lássanak, meg tényleg egymást is megismerjék, és akkor hátra lehet valami kulturális ilyen szinten kapcsolatokat építeni. Erről beszéltünk, hát nagyon sok időt töltöttünk el a reptéren ülve, várva a csatlakozást meg. Mi a jövő a Makovec kiállítással kapcsolatban, hogy itt? Folytatódik ez a sorozat? Hát Kazányban tárgyaltunk. Hát vagy akár a világban? Hát ezt nem tudom. Mert ugye, a Kazány az alakul. Az talán. Talán tovább tud jutni Mongóliából, mondjuk belső Mongóliába. Azt mondják, hogy Kínában is ez érdekelheti. Isztambul hangzott még el. Tehát megint ilyen egzotikus helyek, ahol egyébként az az érdekes, hogy
Mongóliában a legelső helyen az a tabló volt kitéve, amikor Makovecz Imre Mongóliába tervezett egy oktatási intézményt. Az volt a bejárat mellett, és ezt külön elmondtam, hogy itt van egy épület, amit ide tervezett, teljesen meglepődtek. De nem épült fel? Nem, csak egy vázott terv volt, nem épült meg. Még az se kizárt, hogy lehet, hogy most talán meg tud épülni, mert akarnak építeni, találkoztunk avval a befektető cége mindenkivel, aki Ulánbátor mellett egy új városrészt akar építeni, ami csak ilyen megújuló energia, tehát teljesen más koncepcióval. Nekem nagyon sok fenntartásaim vannak ebben, hogy egy szűz területen te létrehozol egy mesterséges város, hogy az valójában hogy tud majd működni hosszú távon, mert erre a 20. században inkább a nem sikerült jelző az igaz, de hát nézzük meg, és ők például már ott mondták, hogy egy magyar negyedet azt el tudnak képzelni ebbe a dologba, és akkor miért nem Makovecz Imre egyik meg nem épült épület, amit oda terveződött, az ott legyen. De hát ez megint hosszú, tehát az egész nagykövetségeken keresztül megy, diplomáciai kapcsolatokon, ez egy más szint, ebbe is belelátom, de nem nagyon szeretnék ebben foglalkozni, ez nem az én stílusom, vagy nem tudom, tehát az amikor ott a milyen hierarchiák, kemény rendszerek vannak mondjuk egy akár csak kulturális intézményen belül, szóval az döbbenetes. De nehéz, én azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatokon lehet gyorsítani valamit. Köszönjük szépen a beszélgetést!